Halló, halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy kisalkotassatok saját véleményeket. Ne felejtjétek a lényeget, jót kell venni, pirosban, euró, zöldet, magasba. Na nézzük is, hát sajna lett mozgás, csak rossz irányba. Ugye már senki nem tudja, merre játszák a piacokat soha. A jégvilágon nem létezik olyan ember, aki tudná. Úgyhogy csak így delfói józsdáskodni lehet, hogy lesz majd mozgás, majd egy nagy hadsereg, nagy hatalom fog elbukni, azt csak nem tudjuk, hogy te leszel az vagy a másik. Úgyhogy ugyanígy nagy mozgást lesz, hogy felfelé vagy lefelé, hát lefelé, de legalább most egész jól tart még a Bitcoin, nem mindjárt majd összenézzük a Nasdaq-kal, mert a Nasdaq az már úgy a padlót verdesi, hogy nagyon. Azt mondja, hogy Bitcoin 29.350 dolláron, 2,5% mínuszba. Két éves mozgás, hát szokás szerint hónapok óta 30 ezernél, nem hónapok óta, egy hónapja 30 ezernél szerencsétlenkerünk. A napi áreszáj az 42,8-on, kisebb nézetben 4 órásban így nézünk ki, 1 órásban így, 15 percesben így, hát lehet tippelni, hogy hol volt az a nagy piros gyertyapercet 14 óra 30 perckor, amikor kihozták a ma most 8,6%-nak hazudott inflációt a 30 helyett. Úgyhogy megijeszgették a Wall Street-et. Másik irányban heti gyertyánk az így néz ki, a havi pedig így. Na hát már heti így most bepirosodott egy kicsit. Na de nézzük, hogy körülöttünk mi a helyzet, mert ezek az idióták mozgatják a piacot, a Bitcoint is össze-vissza manipulálják. Az arany 1862 dolláros áron kapható, 0,7%-ot nőtt. Na a végén még hát ilyenkor, amikor azt hiszem, hogy a szakadás lesz, akkor egy kicsit elkezdik venni az aranyat. Háborúnál is ez volt, utána meg majd visszajön lefelé, mert hát na mindegy, manipulált az egész aranypiac. Az olajára 1,5%-ot csökkent, a gázára 3%-ot csökkent, a tankozás 1%-ot csökkent, a félelemindex már majdnem 30-on van, megint felment 29-re. A Dow Jones 2,5%-os szakadásba, az S&P 2,8%-os szakadásba, a Nasdaq 3,5%-os szakadásba. Itt vannak az alján, hát ők két éve nem voltak ilyen alacsonyan kb. Mert megint az alját verdesik ezek a szerencsétlenek, a Wall Street-en a kaszinó tojások. Úgyhogy jó, nézzük hozzá, így szakad a Nasdaq, én rádobok egy Bitcoint. Hát most az elején pont más, itt hülyén mutatja a dolgokat, az abban egy órás volt, meg benne van még a Luna szakadásot, azért, na de hogyha várj, már egy órásra megnézem, úgyhogy a Luna szakadást leveszem, 10-től nézem mondjuk a dolgokat. Jó, itt már beszakadt a Luna, na most ahhoz képest, hogy megy a történet. Hát igen, és akkor erre mondtam a híradóba is, hogy itt, hát meg hogyha nem is így, hanem még, na ott volt valami, aha igen, mintha így elkapnánk. De nem mennél lente valami közelebb. Na így, hopp, jó, így egész utóbbi napokban, ugye bár itt most egész jól azért mutatja, hogy egy helyben állnak. És akkor a Nasdaq, mondjuk, ha vesszük tegnapi híradót, a tegnapi híradótól a Nasdaq ennyit szakadt, mindjárt le is mérem, a Bitcoin meg a csak kis sárgát, mondjuk tegnap este 7-től a Nasdaq szakadt 5,5%-ot, a Bitcoin meg azt mondja, hogy 1,8%-ot. Több mint a Nasdaq több mint 5%-ot szakadt a Bitcoin, meg kevesebb mint 2-t. Csak ugye már mindig ilyenkor haza, mert tök jó, hát akkor jaj, de jó, elszakadt a Bitcoin végre a Nasdaqtól, most már 20-at felfelé a Bitcoin, ezt le van szarva, hogy beösszeomlik a hagyományos tőzs, de ezt kéne majd, hogy egyszer eljöjjön. De erre még mindig nem lehet ezt nem lehet garanciának venni, főleg ilyenkor péntek délután este felé szokták úgy össze-vissza manipulálni, ugye bár, hogy holnap után még megy a Bitcoin, amíg állni fog ez a hülye Wall City kaszinó az egész hétfő délután 3-4-ig, addig össze-vissza ráncigálhatják majd a Bitcoint. De jelenleg a tegnap este óta történő szakadását azt mondom, az ennyire kemény, ilyen jól tartja magát a Bitcoin. Hagyományos, a Nasdaq az több mint 5%-ot szakadt a Bitcoin, mert még 2-t se. Jó, azt mondja, hogy ja igen, azt ki kéne pöttyinteni innen, és akkor tekerés tovább. Bitcoin 29.350-en, helyére húzom a napit, aztán nézzük tovább, mi minden van még. Jó, egy mentés, igen, és akkor hányan keresnek kifejezésekre? Hát ugyanúgy oldalazás lesz, nem indult meg a piac. Egyértelmű, ugyanúgy oldalazás, nem indult meg a piac, persze. Piaci értékekben hol tartunk? Ethereum akkor még mindig nincs az 50-be. 52. helyen van az Ethereum, 210 billió dolláros a piaci értéke, 1734 dolláros áron kapható.
A Bitcoin tartja, ja, de hogy tartja, hát most izé, ja, jó, akkor az se tartja. Hát amúgy egy ezrelékre, ha van kb. A metától, nagyon minimális a közelébe, egy százalékba se, egy tényleg egy tized vagy egy század százalékra van csak a metától. Épp annyival jött alá, hogy elvesztette éppek, hogy a tizedik helyét. 11. helyen most jelenleg a Bitcoin, 561 billió dolláros a piaci érték, és 29.478 dolláros áron kapható. Mit jelent ez magyar forintba? Még nem ment le 10-re, még mindig 11 millió a Bitcoin. Jó, hát úgy tartja magát 29 fölött, mint a kis angyal. Hiába szakad most össze-vissza a hagyományos tőzsde. Remélem ez lesz már tényleg az alja, és tényleg utána hiába kaszinó tojáskodnak innen, de lehetetlen azt lentebb vinni, mert olyanok vannak, mint én, akik hülyék lennének eladni ilyen olcsón a Bitcoint, mikor ez a jövő meg ezt hozzá el a világ békét. Úgyhogy jelenleg magyar forintban 11.122.000 forintot ér jelenleg egy darab bitcoin. Teljes piacon mi a helyzet? 67 millió dollár értékben kereskedtek kriptókkal, nagyon lájtos. Kriptovaluták összpiaci értéke épp hogy tartja az 1,2 trillió dollárt, ebből a bitcoinnek a piaci részesedése 46,5%, az ettől amúgy 17,4%. 2,6-ot, jaj, de akkor 36,1% van a többi kriptóban, a teljes piac 2,5%-ot csökkent az elmúlt 24 óra folyamán. Topuszban semmi változás nincs, gondolom, teljesen egyértelmű, igen, sehova nem megy semmi. Azt mondja, hogy DeFi mennyi tőke van lekötve, 106 billió volt tegnap, most már csak 103 billió, mert hogy mindennek csökkent, hogy minimált az értéke. Tegnap estéhez képest azt mondja, hogy egyes blokkláncokban melyikben van több-kevesebb tőke lekötve, plusz-minusz 5%, a Phantomba minusz 5%, Parallelbe parába plusz 5%, Aurórában minusz 5%, Optimizmben minusz 5%, Erron minusz 7,5%, Celo minusz 7%, Cardano minusz 8,5%, Algorand minusz 5,5%. A nagyobbakat, rajongói tokenek, NFT-k hogy mennek? Rajongói tokenek, ott az eget ma megint kemény, 387 billió dollár értékben, de ez mintha tegnap is ez lett volna, ez ilyenkor 6-kor, egy lehet, hogy fél óra múlva fog váltani, azért nem mutatja most a frisset, mintha tegnap is ilyesmit mutatott volna. Na mindegy, rajongói tokenek 387 billió dollár értékben keltek el, 277%-os növekedés az elmúlt 24 órában, NFT-k csak 22 millió dollár értékben, az 27%-os csökkenés. Kadénánál friss hírek vannak, és tegnap óta egy. Aha, egy. Ja, ez külön, ezt már nekem felhozta. Jó. Igen, hisznek a kadénába, a bányászás alapú blokkláncokba, és hogy több blokkláncra is tudnak majd terjeszkedni, és skálázni lehet a végtelenségbe. Ez teljes mértékben mutatja, hogy a befektetés alapú blokkláncoknál a bányászás alapok sokkal jobbak, jobban skálázhatók. Hát főképp a kadéna már az van arra megcsinálva, de nem sem nagyon tudja meg skálázni. Meg semmi más egyelőre. Jó. És akkor igen, felvétel, ezt már elmentettem, majd lehet, hogy azért hétvégén frissítek egy önéletrajzot, a francia tudja. Felvétel a kadénánál, van többféle állás pozíció is, úgyhogy itt lehet azért jelentkezni. Jó, Operations Coordinator, itt vannak a leírások, meg ez az amaz angolul, még távmunka, meg minden egyéb van. Oké, csak hát inkább a kriptók mennének már felfelé. De jó. Tovább azt mondja, hogy kadénában 2,4 millió volt tegnap lekötve, most már csak 2,3 van. CoinMarketCap-en a legtrendibb dolgok közt van-e valami olyasmit figyelni kéne, de nem tenném. Hát nincs innen mindent figyelek, ami értelmesebb dolog. Azt mondja, hogy mit néznek a legtöbben, itt van-e olyan, amit figyelni kéne, nem teszem, hát nincs itt is, ami komoly, azt már mind figyel. A Swarm, azt már rég láttam a Swarmot, nézzük csak meg. Swarm 500. helyen, 32 milliós a piaci értéke, jó, az 1%-ával, 2%-ával kereskedtek az elmúlt 24 órában, annyira nem nagyon adják, veszik. Hú, végtelen lehet nyomtatni belőle, igen, az Ethereum-ra jött be, jaj, meg privátság, ó, ez még akkor titkos tranzakciós is. Jó, hát akkor főleg hagyjuk át, ne semmi, ezt úrja föl, ez a Swarm, azért régebben se vettem fel még a figyelősbe. Akkor is nézeget, nem is sok helyen lehet kapni, hát hagyjuk, ez nem egy komoly dolog. Oké, akkor ebben ennyi volt, tovább, legnagyobb mocorgók, mit hoztak a hírekbe, a Tezos, meg a Chainlink egy hónapos magasság, akkor mondja itt az emberünk, tényleg a Tezos is egy hónapja, hát egy hónapja volt, ugye pont egy hónapja, meg egy napja volt a Terra Lunának a szakadása, vagy két napja, egy hónappal, két nappal ezelőtt kezdődött.
Úgyhogy legalább a chilling az már visszatért, az már erősebb, már majdnem erősebb. Hát jó, még azért, de már visszatért arra, majdnem felnőtt arra a szintre, még azért nem. Mielőtt megy az őr terülön a szakadása, de ő már nagyon jól visszaerősödött, meg a Tezos is egész jól kezd visszaerősödni. Jó, és akkor jó, ezt meg kösz, hogy ez írta, most nem ugrik be, mindegy. Kösz, hogy mondtátok, hogy az USDC ad, vagy ADS USDC, ez nem mindegy, hogy jaj, mutatom, hogy miről van szó. Hát olyan bagatell hiba, de mindegy, most már cseréltem, javítottam én is. De olyan bagatell hiba volt itt benne a rendszerben, nekem azért mondta, hogy amikor csökken a piac, ez mindig nő, hát hogy a jó Istenben van. Hát mert így elnéztem ezt az egy bigyót, itt van ugyebár a média szektorban. Hát az volt nekem betéve, hogy USDC ADS, tehát a fordítva, mert mintha az lenne, hogy USD Bitcoin, mintha fordítva mérném az árát, nem az ADS USDC, hogy a úgymond a kriptót viszonyítom a dollárhoz, hanem a dollárt viszonyítottam a kriptóhoz, azért volt ez, itt látjuk, hogy pont fordítva mozog, az egyik zöld, az másik piros, azért volt ez mindig zöld, amikor pirosban volt az egész piac, mert az inverze volt itt, amit figyeltem, úgyhogy jó, most már lecseréltem, kösz az infót. Úgyhogy ja, ezt tényleg benéztem itt, hogy ASDC, ADS USDC, az AddShares, az a cégnek a neve, jó, nem nézze ki, a AddShares, igen. És akkor oké, most akkor lecseréltem a rendesen, most már amikor piros lesz a piac, ez is piros lesz. Jaj, de jó a magyar cég, az meg de jó nő, na jó, kezdjük az elejéről. Pok, 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 igen, azt mondja, hogy Bitcoin 29.370-en, 2,5% mínuszban, hát akkor nézzük, aki 10% mínuszban van, meg aki zöldbe. Zöldben, a Binance Coin még zöldbe tartja magát, egy 4% pluszban. Az optimizm az már jövöget vissza, hiába van pirosban az egész piac, jó, hát, hogy túlszakították az érét, hogy levitték még egy alá, és ez förtelmes volt tegnap. Úgyhogy most jön vissza, hiába van pirosban az egész piac, azért ő 11,5% pluszban van, legalább az 1 dollárra vissza akar jönni. Nagyon úgy tűnik. A Power Ledger energiaelosztás blokklánc alapon 0,8% pluszban. A multichain, hát ez egy dex, ez furcsa, hogy miért, de mindegy, az 1% pluszban van. De annyira nem foglalkoznak vele, hogy nem is adták el annyira, mint a többit, a Faron se tudja, mi van ennek a hátterébe. Aztán egy Deso, itt a média szektorban, de decentralizált szociális média, az is még hát majdnem 1% pluszban van. És akkor itt a Tone Coin, mert a Tone Coin a másik, az afrikai, ez meg a Tone Coin, ez meg a magyar cucc, élelmiszerellátási lánc nyomon követés a blokklánc alapon, nagyon jó kicsit, jaj de jó, ők a mai nap nyertesei 26% pluszban vannak. És akkor tovább tévét, a Trust Walletnek, egy pénztárcának a tokenje, az van még 3% pluszba kriptopénztárca. Na meg a Propi most egy picit bezöldül, de hát ez kb. Nullán van a Propi, az ingatlanos. Óvatosan vele. Syscoin 11% mínuszban, na az egyetlen, ami 10%-nál nagyobbat esett, még jó, hogy eladtam, vagy kitettem a portfólióba az utóbbi időbe. Jó, Lioi Lidót az gyűlölöm, hiába van az 0,5% zöldbe, az a másolt kriptókra adott kamat, az nekem nagyon gyanús. Orion protokoll 13,5% pluszba, érdekes. Na jó, van még egy pár DXY, Rubik, a Leo, meg az Encore, ezek egyik se komolyak, meg a Orion se, úgyhogy hiába nőnek ezek. Attól függetlenül nem ajánlom őket, hiába vannak még zöldbe itt a piros piacon is. Jó, na még egy utolsó ránézés, Nasdaq mit csinál 15 percesben, aztán állok vissza a Bitcoin. Jó, na, Nasdaq folyamatosan mióta, nem is mióta megnyitott a tőzs, de hát tegnap este 8.30-tól szakad a Nasdaq befelé a sehova. Meg hát ugye ugyanaz a helyzet mindenkivel, S&P-vel, Dow Jones-al, hát ez egy copy-paste, ez mindig ugyanúgy megy. Azt mondja, hogy és a Bitcoin tegnap este 8.30-tól megnézzük. Ja, hát ez ma, ó, hát a Bitcoinnál azért itt több gyertya, az nem áll így, hogy fél napokig semmit nem csinál, nem működik a piac. Azt mondja, hogy hol van már 8.30 tegnap Bitcoinnál? Aha, 8.30. Hát ő egészen jó, moment lentebb, de annyira, hát úgy néz ki mindenképp. Ahogy kezdtem is, jobban tartja magát, mint a hagyományos tőzs, de most úgy néz ki. Reméljük tényleg 29 alá már, ha bele döglenek, se fogják bírni levinni a szemétládák. Jó, azt mondja, hogy a Bitcoin 29.350-400 dollár környékén legyen ennyi mára. Kösz szépen, hogy meghallgattatok, holnap ismét jövök a friss hírekkel, addig is további szép estét mindenkinek, sziasztok!